tam tym kakamu. I put it work on it. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, my aunt, check out it, and it, and it, and it, and it, I put it work on it. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Jaj. Na, ma egy picit érdekesebb játékot hoztam, szerintem érdekesebb. A tegnap ugye a drágámnál Witcher 3 volt. Egy ideje már beszereztem a The Witcher Adventure game-et, ami gyakorlatilag a Witcher világában játszódó társasjáték. Egyszer maximum 4-en játszhatjuk. Szia, Lixon! Egyszer maximum 4-en lehet játszani, nyilván lehet egyedül is, és akkor ugye a gépi ellenfelek vannak. És igen, let's play. Jó, már játszom is. Amúgy elég, azt mondják, hogy elég bonyolult. Meglátjuk, hogy mennyire fog bejönni maga a rendszere. De van oktató videó is hozzá, meg minden, tehát így, szia da capo, hello. Úgyhogy gondoltam akkor, hogyha már tegnap Witcher volt, akkor legyen már... Amúgy is szerettem volna ezt a játékot kipróbálni, meg bemutatni nektek, és akkor miért ne. Offline szeretnék játszani. Így van, tehát tudok választani ugye a karakterek közül. Hát, legyünk Geralta, egyértelmű, egy meg számítógép. Küldetés... 3 küldetés, 40-70 perc.
Jó, legyen három küldetés cél, azt mondja, 40-70 perc, teljesen jó. Nem tudom, mennyire hangos a játék, vagy vegyek még vissza belőle, vagy mi van, szerintem itt OBS-ben amúgy teljesen jó a hang. Eddig jó. Oké. Okay. Na, akkor indítjuk a játékot. Geraltnak van a köre. Na, azt mondja, hogy egy nemes bestia. Elander herceg elsőszülött fiát szörnyé változtatják. Igen, igen, mert nem terhelődik le nagyon a gép ettől a játéktól, gondolom, és így gyorsabban megy ki minden. Ugye. Aha, azt mondja, bár fejlődő mértetlen arra kell szabadítani a fiát szenvedéstől, rendkívül kényes helyzetben találod magad, fő küldetés. Egy ilyen lófasz, meg egy ilyen lófasz. Helyszín Elander, tedd meg amire herceg kér. Mellékküldi tanulmány az elbájolt szörnyekről szóló legendákat. Készíts főzeteket összecsapásra. Idegen a csávában. Utas olyan egy súlyos megsebesült törpre bukkansz. Dísztra feldughatja se... Az azt igen? Hát majd lehet, hogy megnézzük az oktató videót, ugye? Itt az, ha jól értem, akkor ugye az a lényeg, hogy a főküldetésnél ezt meg kell szerezni, meg ezt. Ebben az esetben ugye két ilyen kardot kell keresnem. Szerzeményeid, aha. Bizonyítékokat kell gyűjteni. Igen, bizonyítékokat kell gyűjteni. Tehát itt két bizonyítékot, mind a két esetben két bizonyítékot kell gyűjteni, csak az egyik esetben van egy ilyen bizonyíték. Másik esetben van egy olyan, és azt kell összegyűjtenem. Nézzük meg ezt. Igen, közben Bee csinálja a vadast. A vadast csinálja. Jó. Menj el Kaer Morhenbe, ottan vagyunk. Költs kettő keresést, nyomkeresés. Választ nyomkeresés paklit. Ha. Jaj, értem. Ha. Gastert. Bár az ellenségeid piszkos múltjának fejlődése nem hoz számodra túl sok dicsőséget, más jelölő jelenjük az azért nem juttathat. Kapsz három lila nagyítót, szerzel egy halálfejet és helyezd le egy ezüst akármit. Sziasztok, Rusz! Hello! Hát ez Witcher Adventure Game. Ez Witcher Adventure Game, Zarus. Igen, megjött a... Amúgy is a Witcher 3 az nekem is megvan. Egyéni szociális probléma. Egyébként milyen jól el vagyok itt helyezve, itt oldalt. Tehát, hogy pont ott ér véget a kamera, ahol a panel van. Kurva jól, mert full véletlenül van így egyébként. Nagyon jó. Jó, azt mondja... jó. Szerezted ezt. Le kell helyezned egy bal sors jelölőt koponya után, amit kártya vagy régió miatt kaptál. Ha az adott régió már van bal sors jelölő, akkor a régió helyett a hőslapodon kell elhelyezned azt. Ezt nem értem, de biztos. Helyezd el egy jelölőt valamelyik akción. Rendben, átadom neki majd, ha hallja, akkor majd átadom neki. Szívem, hallasz? Nem hall. Jó, tehát gondolom ez azt jelenti, hogy hogy gyors utazás, akció, mozgatod be... Cselekvés után húz egy balsors kártyát. Ah, tehát hogyha gyors utazni akarok, akkor hogy húzok egy balsors kártyát. Értem. Jó.
el kell költenem 3 darab lila izét. Külön a kotyosztás. Hát, Stardust még nekem is megy, csak ez az első. Igen. Hogy ezzel játszok. Lehet, hogy meg kellene nézni a bevezetést, mert ez így most így érdekes. Szóval ez a küldetéskártya, ez mondjuk eddig megvolt. Menj ide, Elander. Merre van Elander? Itt van Elander. Akkor tudok utazni, tehát tudok lépni egyet gyakorlatilag. Ebben a régióban egy bronz és egy ezüst jelvény kell. Jó, oda lépek. Válasz egy nyomot erről a helyszínről. Kérnék egy ilyet. Hát igen, ahogy lehet, ebben igazad van. Küzd rá az akadályokat a körülbefejezéséhez. Igen. Fléder, dobás elő, szerzel egy szívet, siker, kapsz egy DP-t, bukás, szerzel valamit. Jó, egy szívecskét szereztem, tök jó. Helyzel jelölőt valamelyik akción. Hát például a nyomkeresésről. Nem, nyugodtan egyébként, Szarusz, tehát semmi probléma nincsen vele. Tehát örülünk annak, hogy egy picit úgy... tehát hogy látszik, hogy ennyire benne vagy a Witcher témában, meg így ennyire rá vagy pörögve, úgyhogy jó látni, hogy ilyenek vannak. Na, ez azt mondja, hogy siker feltételei... Nem tudom oda... Ja, nem tudom oda rakni, mi? Húzz és ejts a fönti, amennyit csak tudsz. Hát, nem igazán tudok itt már semmit se csinálni. Igen, azt tudom oda rakni. Ez védekezés. Ezt már sehol nem tudom rakni. Aha. Hát ez elég szomorú. Jó, hát nincs több lehetőségem, akkor befejezem. Ó, egy halálfért. Le kell helyezni egy sérülés jelölőt. Oké. Akkor mondjuk most nem tudok gyorsat adni. A kedvenc streamereim nyomják a Witchert. Hát igen, köszönjük, hogy ott vagyunk a kedvenc streamereid között. Egyébként mi is mostanában esténként azt szoktuk, hogy látjuk, hogy a streamers, és akkor így benyomjuk a nagy tévén, téged full képernyőbe, közben telefonon megy a csak chat, és akkor úgy chatelünk, úgy írogatunk. Hangulatos. Jó, azt mondja, hogy befejezheted a körödet. Hát igen, mert ugye utazni nem tudok. Itt nyomot nem kell keresnem, mert... Igen, mert itt nem is tudok nyomot keresni. Értem. Látjuk? Nem tudom, hogy mi történik. Hát teljesen össze vagyok zavarodva. Már teljesítettem elég küldetést. Cheater. Megmérgeztek. Kökörcsin köre. A háromból amúgy én is tervezek játszani, de...
Fú, nem tudom mikor, tehát nem a Witcher 3-mal, mert tényleg az a baj, hogy ott van még a Bloodborne. Hú, elbukta. Ott van még a Bloodborne, amit játszani kéne. DS-ben is azért nyomni kéne melyik dolgokat, úgyhogy két cselekvési lehetőségem maradt ebben a körben. Hát utazni nem tudok. Fejleszteni tudok, meg pihenni tudok. Ha nyomos se tudok keresni. Fejlesztés. 22 fejlesztés kártyát, jó. Aztán egyszer elkölthetsz egy minden további. Jó, azt nézzük meg. És akkor pihenünk egyet. Távolíts el kettőt vagy egyet. Ha. Innen szeretnék eltávolítani egyet. Küldd el az akadályokat a körös befejezéséhez. Egy fantom. Oké. Okay. Én nem biztos, hogy jó az utazásra rakni. Ezt még nem tudom annyira. A bal szerencse kártyákat. Kiderül. Na bazd meg. Hát nincs mágiám. Hát ezt így... Beszoptam. Az a baj, az egynek a... Aj, nem tudom, az egynek a harcrendszere nem tetszik annyira. Nem a 100%-om, úgy az biztos, hogy nem, tehát 100%-hoz ilyen 80-90 órányi játékidő KB, DLC-kkel, mindennel, tehát az rengeteg szerintem, az nem streamer barát, abszolút. Nem tudom, hogy hányan lennének kíváncsiak arra. Igen, eddig nem annyira tűnik bonyolultak már, mint így a szabályrendszer az relatív egyszerű, meg jól leírja, hogy miután történik, csak nyilván majd a taktika az egy jó kérdés, hogy neker, de csúnya vagy, bazd meg. A taktikázás az egy másik kérdés. Siker, na bazd meg. Igen, a sztori az biztos, hogy egész jó. De nem tudom, hogy azt hiszem, hogy annyira nem kell a háromhoz. Tehát pont Adri mondta tegnap a streamben, hogy annyira nem kell a háromhoz az előismeret. Tehát lehet úgy is csinálni, hogy ő csinálta, hogy végigjátszotta a hármat, aztán elolvasta a könyveket, aztán kijátszotta az egy-kettőt. Tehát, hogy így végül is tök validnak tűnik. És szerintem én is ebbe az irányba fogok menni majd. Hogy... Ja, szereztem egy kártyát. Szerezted ezt. Sérülés előtt le kell helyeznem. Az is... De nem jó. Ja, mi nyilván. Jó, persze. Ez egyértelmű. Ajjaj. Nem tudok utazni. Semmit nem tudok csinálni. Pihenek egyet. Jó. És el kell jutnom ide. Ez a fő küldetésem, de oda nem tudok menni, közvetlenül már csak egy lépést tudok menni. Úgyhogy akkor megyek ide. Jó. Bal sorskártyát húztam. Dijkstra emberei mindenütt. Gonosztevők és informátorok ténkednek elszántan a vidénken. A kémek királya kezdi elveszteni a türelmét. Helyezd le egy akármit minden régióban, amelyben még nincs. Dük. Hát igen, Szerusza, most Isten áldás, hogy elég sűrűn streamelted a Witcher-t, tehát igen. Álmatlan éjszakák, zavaros gondolatok keringenek megfáradt elmédben, és csak pár percnyi nyugodt alvás adatik meg neked ezen az éjszakán. Legközelebb, amikor pihenés akciót hajtanál végre, nem teheted, és el kell dobnod ezt a kártyát helyette. A kutya meg a macska rúgja meg.
A bal sorskártyát? Bázd meg. Ez nem jó. Szóval te elég sokat streamelted, és így is 14 hónap. Én amennyi streamelek... lenne az... 36 kb. Mondjuk ha csak a főküldetésekre mennék, és nem csinálnék mellékküldéket, akkor lehet, hogy gyorsabban végeznék, de akkor is szerintem van vagy 40 óra kb. Vagy 50. Kurva sok. Na, azt mondja, hogy utazzunk a főküldetésem helyére. Ami Elander. Így van. Keresünk. Kell nekem egy ilyen? Egy tiszta nyom. A teremtmény nyomai tisztán láthatók, ilyen nyilván mellett a szörny alkanyatra halott lesz. Dobj a hőskockádba három alkalommal, ahányszor sikert dobsz, annyiszor egy vörös nagyítót kapsz, ha nem dobsz legalább egyszer... nem dobsz? Legalább egyszer sikert, szerzel két gyógyulás lófaszt, igen. Gondolom egyébként, hogy van olyan sidequest, ami hozzátesz a... Igen... Jó, nagyon jó. Oké, dobok a kockával, legyen siker. Hát ez bukás. Na, az nagy. Dam-dam, milyen azért drámai a zene. Á, jó van, megvan. Oké. Tudom, hogy az akadályokat. Vaják kell. Ehe, álmatlan nézzük el. Igen, amikor pihennék, akkor jó, akkor teljesítsük. Betegség, ráz a hideg, miközben hánysz és sokan. Ez tök jó, ez az ordít a fosás, tehát ez így. A helyzet irányítása kezd kicsúszni a közelik. Szerzel egy akár, vagy eldobod a fejlesztés kártyádat. Nehéz döntés. Ugye van egy fejlesztés kártyám. Na, eldobom a fejlesztés kártyámat. Majd szerzek jobbat. Siker-sikermondás. Hát a mágia, igen. Sietős üldözés. Ja igen, amúgy ezt lehet gyorsítani, gondolom. Legyen összes sebesség. Pöpöpö. Csak így játszol-e magán. Na. Jó. Gondolom akkor itt most nyomot kell keresnem. Az emberek védelmezője. Vészterhes időben a gyengék szenvednek a legtöbbet, talán itt volna az ideje, hogy valaki kiállna a gyámoltalanokért és a szegényekért. Kapsz egy vörös nagyítót, aztán harcolj. Ellenfél, kettő nyilacska, siker, kettő minden kettőnél több. Jó szerencsekártya. Hát jó szerencsekártya az jó, de na most már örülnék neki. Aha. Jó. Jó. Gratuláció. Van a jó szerencsekártyám. Ilyen egymásba botlás után ott kellett volna hagynod a fogad, ám úgy fest most közös a célotok, ezért Iorvert hajlandó némi információt megosztani veled. Amikor a nyomkeresés akciót cselekszel, jelz ki ezt a lapot további két lap húzásához, válasz egyet, old meg a többit, dobd el. Válasz egyet, old meg a többit, dobd el. Aha. Jó. Mindjárt jobban hangzik a dolog. Igen, már van egy bizonyítékom, ugye?
tök jó. És akkor fejleszünk egyet. Főzet, vajákkard. Ehe, gyógyulá, aha. Utána, elrelektizál, aha. Harcolóink, elkorszesz egy akár erről a kártyáról. Hát, az jó kérdés. Nagyon az. Jó, teljesítés. Akadályfázis. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége. Egyetlen pillantás a levélben található pecsétre, Kodringer és Fenn ügyvédi iroda, és azonnal tudod, hogy valami értékeset tartasz a kezedben. Már csak arra kell rájönnöd, mit is jelent ez az iromány. Egy kék nagyító ekkor, ha megtartod ezt a kártyát jellemzőért, ha eldobsz, kapsz egy lilát. Sötét titkok. Rosszul leszel, ha csak rágondolsz, mit is tettél, de innen már nincs visszaút. Szerintem megtartod ezt a kártyát, ha eldobsz, kapsz egy lilát. Lepcseszálja a banyáját, de amikor ül... Akkor a lápoltja, ennyire szemre való, nem tudod visszautasítani. Nézzük meg ezt. Ha elköltesz egy kék, kettőt kapsz, elbújja, és 20 azt egy fejlesztőket is kell tenni. Jó. Aha, főzött. Jó. 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 Eldobom. Jó. Megvan a küldetésem, ha jól értem. Kéz is, mert hogy mellékküldetés... Várjál, megvan a mellékküldetésem. És azt hiszem megvan a főküldetésem is. Főküldetés teljesítve. A egyik mellékküldetés nem csináltam meg. Baszki, hát ez bukás lesz. Három borsors jelölt. Helyezd el három borsors jelölt. Anyád. Zoltán és kompániája. Zoltán és nem cimbora és semmi perc alatt megjelennek. Jó. Vaják jel. Oké. Tudok újabb küldetést választani magamnak. Azt mondja, hogy varjuhágó. Sorra tömnek el a varjuhágón átforduló katonák, emiatt az ezred megtagadja az átkozott hágón való átkelést. A tábornokok téged küldenek kideríteni, mit tanyázik a hegyekben. Főküldetés helyszín Tetogor. Rájössz, hogy a hágón átkelőket elradott időt bestia, egy hatalmasan nőtt Wyvern ellenfél. Ört nyíl, három védekezés, sikertelen törödő. Mellékül egy szerezvédő kencét, menj Mariborba. Fizess meg néhány parasztot, hogy segítsenek, költs négy koronát. Ha? Támogatás. Némi tudás a bestia mágikus tulajdonságairól, megkönnyíteti az összecsapást, költs három kéket. Következő, húzz egy osztánycsakártyát, vétel az ingyen. Ha? Ahonnan nincs visszatérés. Nyugati ősi erdők mindig is többet rejtettek a bennük ólálkodó veszélynél, és nemrég egy renegált varázsló megidézett egy visszataszító teremtmény, amiben megkeseti az arra utazók életét. Főküldetés helyszín Duenkanel. Öld meg a renegált varázslót. Hát, akkor inkább Wyvern, mert ez varázsló, vagy vele? Ja, nem kell hozzá a varázslat.
kovácsot és mágikus kardot az csapásra, menj Mahakamba. Tanulj meg egy ellenárkot. Támogatás, szerez segítséget környéken. Jó lesz ez nekünk. Jó. Tehát, melékül Mariborba kell menni. Dik egy mellékküldetésem, mert már meg is van. Azt hogy csináltam? Igen. Itt van Maribor. Én itt vagyok fent. Fú, buksi. Azt mondja, hogy... Hát, az úgy sok. Itt van Vizima. A Maribor. Van Tretogor. Tretogorba gyorsan el tudnék menni. Tehát tudnám csinálni a főpuldit. Aha, és itt van Dulan kanál. Védőkencét kell szereznem először szerintem, úgyhogy Mariborba kell mindenféleképpen mennem. Szóval nem tudok utazni. Akkor pihenek egyet. Jó, álmatlan éjszaka, így van. Teljesít. Támad meg, ebben a légjobban van. Ez kézzelem fel az a harchoz. Ez bal szerencse kártya, ugye? Van egy trollunk. Na nézzük. Hát ha. Hát nem. Na, látod? Tarus egyből. Amúgy egy kurva olcsó. A játék szerintem megéri megvenni. Instant Gamingen is fent van, azt hiszem. Helyezz el valamelyik jó. Hát akkor majd ezeket majd gyógyítjuk. Ja, lehet, hogy amúgy lehet, hogy neked tényleg sokkal többet mond, mint nekem. Ja, meg van a Witcher 3, azt kaptad. Na hát akkor... Akkor ott a lehetőség. De... Witcher 3 után nem Witcher Adventure Games lesz, hanem... Vagy Sekiro, vagy DS. Keresésre, meg az utazásra azért csak lesz edemmel. DS lesz? Zsír. Jó, hova tudok utazni? Szerintem úgy kéne, hogy így kerülöm meg, ugye? Már Mariborba kell menni. Egy, kettő, aha, három lépésből megvan. Itt meg egy, kettő, három lépés. Akkor tök mindegy, merről kerülök. DS Remaster? Nem megy szépen stream közben. Jó. Hát az szomorú. Az szomorú. Nekünk is voltak problémáink amúgy a Sekiroval. FPS droppok elsősorban. Nagyon csúnyán. Olyan helyeken, ahol nem is gondoltad volna egyébként. Tök érdekes. Na, menjünk ide akkor. Már lesz egy nyomot erről a helyszínről. És mit akartam, hogy... Jó, tehát két, jó. Oké. Okay. Tehát két kardot kell. Jó. Mind a kettő ugyanolyan volt. Jó, küldjem le az akadályokat. Ez egy arakász. Három támadás, három védekező. Oké. Okay. Helyezzel egy jelölőt. Kurva anyád. Mit tudok?
Hát a támadás vagy bukás lesz, az már látszik. Látom, hogy jó, tehát itt látom, hogy ugye ez a egy teljesített küldetésem van, tehát amúgy alapvetően jól állok, mert kukörcsin van még mögöttem, de a diadalpontja neki csak 14, nekem meg 26 a diadalpont, úgyhogy ez tök jó. Hát most pihenhetek is, meg mehetek is igazából, hú, talán mindegy. Szerintem menjünk. Választ egy nyomot. Jó, választok egy nyomot. Balsors kártya, teli hol. Ez is a svénye, szörnyeket cselelő az árnyékokból. Helyezd le egy bronz, mondom ezt a Witcher jelet, minden olyan régióban, amiben nincsen. Ezután a körsor egyet megfelel, minden hős választ egyet. És megköszönöm. Jó. Én egy arakászt kaptam. Megint kaptam! Ah, ez a szar. De nem tudok. Na, dobjál. A támadás az siker lesz, a védekezés az majdnem jó. Igen, kénytelen leszek pihenni. Vészteres idők minden, eljövendő nap veszélyesebb, mint az azt megelőző. Senki nincs biztonságban, még a legrátermettebbek és a legképzettebb is a halál árnyékában élnek. Minden hős dob a hős kockájával, amelyik hős nem dob sikert, szerez egy sérülést. Nagyon jó. Dobjál a hős kockával. Ne bazd meg. Nem, megvan. Megnyugodtam. Na hát ilyen apróságot is jó tudni. Aha. Ja, hogy ez csak a könyvben van benne. Értem. De akkor tök jó, mert... akkor ezek szerint tényleg inkább a könyv alapján készült ez a társasjáték. Igen, itt vagyok Vizimában. Hát nyomot nem fogok most keresni szerintem. Az bal sors kártyát hoz. Itt az négy bal sors lesz. Megyek Mariborba. Legendák lénye. Idegesen hörpintik sörüket a rémült törzsvendégek, miközben a mutakat kísér szörnyű teleményekről mesélnek. Rémsáska! Rémsáska. Jó, igen. Tovább. Mellékküldözés teljesítő. Ja, és akkor így meg is kaptam azért a főzetet? Ja, I see. Tehát annyit kellett csinálnom, hogy bementem Mariborba, mert ott volt ugye a mellékküldetés, elköltöttem három ilyen lila nagyítót, és azon meg lett a főzet. Ez kurva jó. Ez easy peasy. Rémsáska. Zsiványbanda, 3-2. Hát... reméljük. Ja, szó. Gondolom, neve is olyan egyébként, hogy Rémsáska. Rögtön összefosod magad tőle. Lassíts csak egy picit a gépen, hogy így lehet, hogy kétszeresen így jó. Egyébként nem rossz játék.
A picit a izére emlékeztet. Mi volt az a játék? Armello. Armellóra emlékeztet. Jó, tehát elmentem Mariborba, megvan a mellék... Még van mind a két mellékküldetésem, szóval kurva jól állok. Én most már csak el kell mennem Tretogorba. Illetve hát nem, mert ugye még kell szereznem bizonyítékot. Úgyhogy akkor itt nyomot keresek szerintem. Hajsza. A férfi a hírán azt mondja, a kérdéses figura alig, hogy egy órája haladt át arra, ha igyekszel, még nem jut előtt, igen, kapsz egy vörös feladat, hagyj végre egy gyors törzes akciót. Jó. Bal, szerencsé. Nem ismered? Pedig az is ilyen kis táblás játék, tök jó pofa. Bi is játszottam streamben, meg én is játszottam nem streamben. Azért? Armello. Armello. Csodás játék. Az egy jó játék. Annyira geci. De olyan cuki a grafika. De igen. Annyira geci. Nagyon jó játék. Az egy jó játék, igen. A piacot járva vérni. Ja, aki arra komis van nézer. Hát pont ugyanezt történt velünk ma a boltban. Ugye szívem? Azt írja, hogy a piacot járva véletlenül nekiütközöl egy öreg asszonynak, aki erre komiszul néz rád, és mormog valamit az orról. Pontosan ugyanezt történt a boltban velünk. Halljátok? Válogatunk kijáratnál a jégkrémek közül. Válogatunk. És éppen el vagyok ájulva, hogy madártejeset vegyünk, vagy tiramisusat, vagy olyat, ami joghurtos, és erdélyi gyümölcsös, és fú, nagyon-nagyon faszán nézett ki. Vagy kókuszgolyósát. És akkor egyszer csak megszólal egy szúróság mögölünk. Átengednének, legyenek szívesek! Macskasz kis geszik! Állnak a bolt közepén és válogatnak. Mi a fasz? Mit akarsz? És akkor így mondom, hogy jaj, elnézést, hát természetesen. És halljátok, ha még láttatok sértődött csivava kutyát. Jó, akkor át is megyek. Kurványátokat. Fú, te! Nagyon durva volt. Nagyon durva volt a vénasszony. Na. És erre én meg geci voltam, és közöltem Roberttel, hogy valószínűleg az öregek azért sietnek annyira bevásárlással általában, mert sose tudják, hogy mikor esnek össze holtan. És aztán fogtam, és azzal a lendülettel ott hagytam a vénasszonyt. Szia, Uzsi doboz! Ja, úgyhogy ilyenek voltak meg a... üzében a... Terlapikban úgy csaj van, és akkor fizetnék meg minden, és akkor... tartom, hogy kártyával szeretnék fizetni. Ja, kártyával? Hát én azt nem tudhatom, hogy kártyával lesz fizetés. Jó, van, hát bármilyen. Bocsánat. Küszöbben állunk. Ó, neki jó sok pénze van. Hello. Ke mennyi van? Ke mennyi van? Ugye megnézzük. Nulla. Hát igen. Zsarolás. Szerezted ezt. Le kell helyezned egy balsos... Ez direkt csinálja valami a játék, hogy balsors van mindenen. Bazd meg. Készülj a harcra. Minden jel arra mutat, hogy itt bizony harc lesz. Bölcs dolog volna 24-re felkészülni. Kapsz egy vörös lófaszt, dobja a hős közkeret, de ha siker, 23 fejlesztés kártyát. Hát, jó, nézzük. Jaj. Jaj, de kapó, de gonosz. De gonosz. Jó, azt mondja, vaják jel. Beken, igen, az a kven. Harsán egy, akkor tesz kettő, igen. Jaj, egyet, azt hittem, hogy minden hármat ki. Hát, nem volt, árulás. Megbíztál benne, és persze teljesen hülyére vett téged.
Dobd el egy jó szerencsekártyáért, ha nincs egy jó szerencsekártyáért, sem szerzel. Ez meg. Igen, nincsen jó szerencsekártyám. Következő akcióm az... Hát én pihenni akartam, de mindegy, akkor fejlesztek egyet. Főzet, felszerelés, farkasmedel. A harc megkezdése előtt költöttek az, hogy a harc hátra jövő részre figyelmen kívül hagyjas minden dobás előtt hatás. Mi? Harc megkezdése előtt egy költhetsz erről a kártyáról, hogy a harc hátralévő részére figyelmen kívül hagyhass minden dobás előtti hatást. Mert a pillanatban kell. Utonállók. Hosszasan bámul őket, megnézem, hogy költs két koránt, hogy harcolj. Ellenfél három, védekezés. Hát, ha... Bal szerencse. Nem dobhatsz az egyik hős kártyáddal. Vele nem dobok akkor. Blokkolt kocka. Jó. Ez drága, búzok ennyien. Hát ezt beszoktam. A népek közötti feszültség egyre csak nő, miután a királyok és a nagyok a béke helyett az ellenségeskedésnek adják át magukat. Mozdítsd előre a háború menetét! What? Nem rémlik Singularity, de van, nem tudom, lehet keverem valamelyikkel. Ajaj. Sok, nagyon sok a bal szerencse kártya. De úgy látom, hogy Trishan is amúgy. Úgyhogy meg vagyok nyugodva. Kicsit kapkodnom kell, illetve mennem kell, mert a... előre küldetéssel, mert már csak Jarpennek nincsen izéje. Tudok pihenni, tudok fejleszteni. Pihenek. Oké. Okay. Ott tudok utazni? Várjál, most az utazáson nincsen izé. Mert még nyomot is kell keresnem. Gyors utazás. Az igen. Meg is van. Nem tudsz szabadulni az érzéstől, hogy felbéreltek valakit az életed megkeserítő helyez el egy balsors jelölőt a régióban. Ocsmány kreatúra! Látod, amint a teremtmény előtted settenkedik a hóban, még mielőtt érkezésed lenne megfordulni és elfutni, felemeli a fejét és kitártja hatalmas fogaktól hemzsögő pofáját, helyez le egy ezüst farkas medált felfordítva a régiódban. Troll! És most ez, amit neki meg fog küzdeni? Majd helyezd el valamelyik régióban. Jó. Hajsza. Végrehajtottam egy gyors utazást, így van. Nagyon jó. És akkor most ebben a régióban el lett helyezve egy troll. I see. Húz egy... igen, vagy támad meg a... jó, a szörnyet. Támadunk. 4-3-3-2, hát az jó. De miért? Jó, kettő megvan. Sok is lett. Sok lett a védekezés, keveset támadok, de... Jó. Ó, Trish is van, nem kért? Tehát a lorba? Megmérgezte itt Trish-t, a szemetek. Milyen megvesz a második fű?
fű küldetésem. És akkor jók leszünk, mert három küldetést kell teljesíteni, ugye ez a cél. Most már mindenkinek van egy teljesítve, úgyhogy most már rajtam a sor, hogy én átmenjek kettőbe. Siker. Játékos interakció. Ez a játék ez arról szól, hogy... Jaj, bazd meg. Jó, nyomót kell keresnem, mert... találkozás a fejvadásszal. Ő emberekre vadászik, te szörnyekre. A préda más, de a vadászat összehogy benneteket. Időről időre összefuttok, hogy értesüléseket cseréljetek. Ezúttal egy a közeli hegyekben bujkáló Eldesbestjáról ad neked értékes tippet. Feladat győz le. Jó. Balsos kártya. Járvány. A halálszaga telepszik meg minden keresztúton, minden piasztéren. Minden hőszered egy... egy gyógyulás emblémát, ezután fordítsd át karakterlapodon a... Nem olyan jó. Hát kocsvasztás. Igen, és akkor ez most így oké. Okay. Jó. Nyomot nem tudok keresni, akkor gyógy pihenek. Annak az eltűnnek. Jó. Teljesítés. Oké. Hát utazni nem fogok, úgyhogy arra rakhatom. Szerintem. Na nézzük. El nem jó. Támadások megvannak. De védekezni nem fog. Így van. Legyőztem. Szereztél. Jó. Ó, de jó. Meg is van? Meg is van, a főküldetésem teljesítve van. Zsír. És akkor most jön az, hogy a Vivant le kell győzni. Ugye 5 ilyen izé és 3 olyan izé kell. Ezt jól megmondtam. 3 támadás és 5 támadás és 3 védekezés kell. Van annyi kockám amúgy? Szerintem kurvára nincs. Helyezzek el 2 jelölőt. Jó szerencse kártya. Sheldon Skuggs. Sheldon... Ez nem a agymenős Sheldon. Nemes tetekről és nagy csatákról szóló mesék igazi tárháza, újabb történetekért nem maradás mindig megfelelő irányba terelni téged. Amikor új küldetéskártyákat húzol, nyersz ki ezt a lapot, további 2 kártya húzásához, tartsd meg egyet, a többit pedig dobd el. Ha egy koronát elköltesz, 3 küldetéskártyát is húzhatsz. Hát csak nincs a pénzem, úgyhogy... Ja, de most már van. Megmérgeztek. Van miből válogatni. Elvtelenné lenni. Egy gátlásalan parancsnok tartja rettegésben a Lívia körüli erdőket, minden diplomáciai blokkot is csődöt mond, egyetlen megoldás marad. Helyszín Lívia. Hát győzd meg a parancsnokot, gondolom azt jelenti, hogy meg kell ölni. Menekül próbálj meg egyezkedni a renegált parancsnokkal, költs 4 lila. Nagy túrt, de ez is kimozgatja a háttérből a szállatokat, menj Szintrába. Támogatás olyan, mint segítség a harcvezető tündök felkutatásához. Jó, az egy. Üzenetet kaptál az Ossian Furti Egyetemről, hogyha éjszakánként egy Brook szarója a könyvtár termeit a pirkadatik tanulmányaiba mérő tudósokra vadászva. Hú, az durva. Találd meg és öld meg a Brooksát. 5-öt. Jó, szerintem azt inkább hanyagoljuk.
3-3 az meg úgy jó. Oké. Harc 3. Sikertelen szerzettséget csak el. Jó, ez lehet, hogy ez jó lesz. Na! Kör befejezése. Nem rossz egyébként, nekem tetszik. Ez nyilván társasággal jobb lenne. Meg hát lehet, amúgy lehet, hogy online is érne. Csak ott még túl zöld fülű vagyok, aztán lehet, hogy összerak valami olyan baszóval. Ez úgy annyira nem jó. Na, Geralt köre. Cselekedd meg, amit imás jó. Kölcsön, kétségbeeső, és veszítesz 2 DP-t, bázd meg. De mondjuk meg így is jól állunk, tehát nincsen ezzel a probléma. Na, pihenünk. Nem. Pont a nyomkeresés és az utazás. Aha, jaj nem, mert hogy az duplát, jó. Mert hogy csak egyet tudok elszni, jó, értem. Értem. Mellékküldetés szerez, segítséges szövetség, menj Mahakamba. Készülj fel a balra. Kölcs 3 vörös. Nincsen vörös nadítom. 3 lilát. Az van. Ezt miért nem találkozom? Vagy az csak Mahakamban tudom? Valószínűleg csak Malcolmban tudom elköltöm. Értem. Ah, tehát ezt nem is tudom megcsinálni. Értem. Hát fejlesztés az éppenséggel van rajtam. Tudod, hogy emmen nyakatek el utcákkal állsz, hogy pusztuló épület valami makacs lakói között ott van valahol egy információ, amikor kapsz egy vörök. Na! Teljesen jó. Feltartóztattak, majd fegy fel 5 kártyát egy nyomkeresés pakliból, amely kártyák közül egyet oldj meg. Jó. Áldásztelen, mi? Váratlan probléma, kapsz egy vörösért, küldnek banditákkal. Ez jónak tűnik. Csak Riviába kell menni. Itt van egymás mellett igazából. Jó, akkor ennyi. Igen. Húha, van baj. Szia, Tomás úr! Hát, szóval Phantom... Jaj, de várjál, ahogy... Jó, oké, megvan. Fú. Van, oké, sikerült. Körbefejezése. Na. Mi a helyzet, Tomás? Fú, ő is összefogsa magát. Nagyon jól állunk egyébként. 38 a diadalpont, és 2 küldetés már teljesítve. Na, fasza. Itt meg most készül a levél. Jó kis varas. Na, azt mondja, hogy igen, hogy tudunk gyógyulni még egy picit. Hát igen, mivel utazni nem tudok. Vízbe fúlt. Jaj, emlékszek az egyből. Ilyen volt. Ilyen vízbe fúlt. Jaj, de le vagyok sérülve. Mert...
Na, egyet jó ott van. De nem kettő kell. De nem baj, megvan. Püskártyával dobtam. Körbefejezése. Hát valami olyasmi, cicus. Valami olyasmi. Szia egyébként. Ez a játék, ez... Hát nem azt mondom, hogy régóta megvolt. Inkább egy 3 hete szereztem be. És így... mondom, akkor szerintem ez egy jó alkalom, hogyha már drágámnál volt Witcher 3 tegnap, akkor most legyen. Megint szereztem egy... Nem már... Akkor... kotyvasztás... nyomkeresés, fejlesztés... utazni nem tudok. Ja persze, mert ugye meg vagyok sérülve nyilván, hát akkor ilyen látja. Kudarc, minden előfeszítésed, dacára, elbukod a küldetésed, ezt mindenki megsínyi majd, veszesz 2 DP-t, a többi játékos mind veszít 1 DP-t, vagy szerez egy... Oh, az nagyon jó! Igen, elég nagy lett a szakákám. Fejlesztünk egyet. És már ideje. Harcrenén elköltesz. Jó, legyen ez. Nő a baj. Bár a vajákok kevés figyelmet folytanak a háborúkra az utakon álló ólálkodó egyre csak növekvő veszélyt nem vetik semmivel. Cserélj ki a táblán minden bronzt, de fordult ez is. Egyre erősebbek lesznek az enemek. Nagyon szépen köszönöm, tisztusom, hogy sokan megdicsérték már a szakállamat. Igen, most azt hiszem, hogy a február vége március elejé óta növeztem. Március, április, május, június, hát ilyen 4 hónapja. nem. Hanem, hogy növekszik a baj, tudod, nem a nő a baj, hanem, hogy növekszik a baj. Van egy troll. 4-3. 4-2. Kiki mor. Kicsit jobb. Hát ezt beszoktam. Igen, lehetettem sérülve. De nem baj, mert a következő körben, ha pihenek, akkor ezt a 2-t le tudom szedni. Most itt nagyon, most nagyon beakadtam. Ez nagyon nem tetszik nekem. Már körök óta ott vagyok egyébként. Nem vagy oda a teljes arcszerzetért? Hát... Ízlések és pofonok. Na, akkor pihenünk. Nem már... Baz... Akkor ezzel megküldöm. Siker, atya úristen. Én is egyszer növesztettem 3 hónapig, láttátok mi lett, kiszakáltatok a világból és inkább levágtam. Az szép. Hát amúgy nem mindenkinek áll jól, tehát azért azt tegyük hozzá. Ez olyan, hogy valaki, tehát nem mindenkinek áll jól, hogy lenyírja a haját kopaszra, meg ilyenek, tehát teljesen. De el tudok utazni. El tudok innen menni. A picsába. Van mellékküldetés. Akkor megyünk vízim. Vagy gyors. A faszt. Gyors utazok. De miért nem tudok gyors utazni? Ha.
Ja, két út nyit. Aha. Ja, értem. Hát úgyis erre felé kell jönnöm. Aha. Vészterhes idők. Ja, minden hős dob a kockát, amelyik hős nem dob sikert, az szerez egy sérülést. Így van. Mákon van. A jelenés. Leteszed a sörös korsód és a kísérteties jelenésre. A rossz szerencse előfutárára, a sötét idők hírnökére bámulsz. Fedd fel a legfelső lapját mindegyik nyomkeresés paknak. Ha bármelyik a felfedett kártyák közül a hátráltatás lap, helyezd vissza, különben pedig dobd el. Szabrina imádja a kis rejtjeleit, azért most értékes időt vagy kénytelen elvesztegetni a megfejtésükkel. Feladat hajts végre fejlesztés opciót, ha sikert dobsz, 3 kék. Egy lila? Folytatásokat, jó, kattintsd továbbra, jó, oké. Bocsánat. Akkor, ha van bronz. Hát, majdnem. Nincs elég kártyám, vagy kockám. Hogy dobok több kockát, vagy mi van? Hasán elközösz kettő eredményre. Értem. Bazd meg. Hát, jaj, Istenem, Robert. Aha, csak ilyen már nincsen több, tehát ezt tudnám még. Azt mondja, hogy egyszer egy sebzés ellen kettőt nyerhet. Hát az pont nem kell, mert abból van egy rakás, de amúgy alapvetően nem rossz helyen. Hát egy ilyen potyosszás lehet egy ilyet. Aha, jó van, tehát akkor figyelni kell. Jó. Hát mondtam, hogy tanulom a játékot, tehát most jöttem rá, hogy ott a fejlesztés, azt fejlesztéskártyákat itt a használ fogod felhasználni. Meg kell nézni, hogy mit tudsz felhasználni. Jó van. Hú, azért Trish is jól meg van sérülve. De még jó, mert senki más nem szerzett meg két fő küldetést. Ja, az nem én vagyok. Még mindig. Ta-ta-ta! Kecske szakál? Jó, az is volt nekem tavaly, kecske szakál. Ez annyira nem jött be. Ez jobb, szerintem. Nekem ez jobban bejön. De nem akarom nagyon hosszú, de egyébként, tehát ez se annyira nagyon hosszú. Játékos interakció. Jó. Hát... szerintem pihenek. Várjál, nem, már Riviában van valami. Ugye? Akkor végül is megéri elmenni. Kifutsz az időből. Miközben a barátaid és a szövetségesei szenvednek, rájössz, hogy nincs már lehetőséged a visszatántalásra, tovább kell törned előre a célod felé. A főküldetés teljesítésekor, ha egy teljesített mellékküldetésed van, akkor veszesz 3 DP-t, ha 2-t, akkor pedig 2 DP-t. Ha pedig nincs teljesített mellékküldetésed, dobd el ezt a lapot. Jelen volt. Hosszú estét töltesz jelennel, jó korsó több sört kortyolgatva. Egy ilyen éjszaka után úgy érzed, még egy hegyet is arrébb tudnál.
mozdítani. Közösen játsz ki ezt a kártyát, egy minden fejlesztés kártyádon, ha egy koronát költesz, további egy fejlesztés, egy fejlesztés kártyán. Aha. Jó. Hát ezt most buktam el egyébként, mert igazából... Ja nem, várjál. Jó. Mellékküldetést teljesítettem. Fasza. Jó, hát végül is veszíteni fogok egy kis DP-t, de annyira az nem vészes. Szerintem gyógyulok. Vagy a fejlesztésről szedjük, így van. És akkor ennyi. Van egy trollunk. Jó, azt mondja, hogy ezeket be tud... Ez micsoda? Aha, tehát ezt át lehet változtatni. Attól függ, hogy melyikből van kevés. Hát az a baj, hogy mindegyikből kevés van. Változtass egy... Ja, egy nyilat, egy... Aha, jó. Értem. Jó, és akkor van még itt olyan, hogy... Aha, az jó. Hát akkor meg felesleges volt a nyilas... megoldás, a nyilas misi megoldás. Jó, igen. Elhelyezzük a nyomkeresésre, kigyújulunk belőle, és akkor így megvan. De akkor nagyon rá kell menni a fejlesztésekre, szerintem sokkal jobban. Vezemír. Ott volt Vezemír. Hát, az a jó amúgy, Citus, hogy azért úgy leírja, hogy mi a lényeg. Tehát ugye most kiválasztottam a játékból azt, hogy három küldetést kell megcsinálni. Tehát itt a küldetés célom. Kettő darab küldetést csináltam meg, fő küldetést csináltam meg. Ugye amikor valaki befejezi a fő küldetését, akkor húz egy küldetéskártyát, ami le van írva, hogy hova kell menni, mit kell csinálni, milyen mellékküldetések vannak. Tehát gyakorlatilag az a quest, mint a rendes RPG-kben. Akkor neked el kell utazni, különböző akciók vannak, itt alul látod a bizonyítékokat, meg bizonyítékokat kell szerezni, ahhoz, hogy a fő küldetést azt te befejezd. Itt látod, hogy nekem Novigrádba kell majd mennem. Jaj, de jó. Jaj, de jó, akkor nem tudom, fejlesztés. Szia, Mr. Feka. Tehát itt vannak a bizonyítékok, nekem ilyen két ilyen véres kardot kell összegyűjtenem Novigrádban, és akkor tudom befejezni a főküldetést, a főküldetésnél pedig ellenállókkal kell harcolnom, akiknél a dobást, tehát a dobókockával három támadást kell ugye dobnom majd. Sikertelen esetén pedig előre mozdítom a háború menetét. Július 1-én. Mi van a július 1-én? Szerintem nem. Itt pedig ugye mellékküldetés, hogy szerez segítséget. Július 1. Mert mi van akkor? Itt meg leírja ugye a következményeit, hogy mi van akkor, ha megcsinálom a főküldetést. Itt látszódik, hogy mennyi izéje van. Mennyi DP-t fogok majd kapni, ugye diadalpontot. Annyira nem vészes egyébként, inkább az, hogy szopat a játék. Ez is erőteljesen. Tehát itt ilyen balszerencsék vannak, meg gusztustalan. És még mindig tudok menni Mahakamba. Mahakam meg holnak Hakam. Így van.
Van egy szirénunk. Na nézzük. Támad, támad. Az során egy... így telekültetek ki. Jó, most jól jöttünk el. Jó, két támadást tudok csinálni. Mert ezt kocsosztásra rárakjuk. És akkor így meg is vagyunk. Ahogy nem nyíl, olyan hülye vagyok. Tisztára úgy néz ki, mint a nyíl vesz, de nem meg a kard. Nyilván, tehát támadás és védekezés. Így van. Az igen. Egyébként 40 éves lesz július 1-én a Walkman is, képzeljétek el. Július 1-én adta ki a Sony az első Walkman. Kinek volt Walkman-ja? Nekem volt egyébként a... Nem tudom, kazettás Walkman, meg volt a CD-s is. Meg utána volt MP3 lejátszóm is. MP3 lejátszót meg is találtam egyébként, amikor otthon voltam legutóbb. Ilyen 256 megás kis MP3 lejátszó, és még mindig rajta vannak azok a zenék, amiket akkor hallgattam. Neked is mindkettő volt. Hát igen. Ezek a mai fiatalok már nem tudnák, hogy ez micsoda. Ezek a mi időnkben. Na azt mondja, hogy megvan. Jó. Jó, megvannak a mellékküldetések. Most már Novigrádba kéne mennem. De előtte pihenek szerintem. Két sérülést azt leszedi. Novigrád, ott van a fülküldetésem. Jó. Szívem, segítsek? Nem, megoldom. Minden rendben van. Oké, rendben, akkor szívem megoldja. Rendben. Ajajajajajaj. Egy korona, két korona. Nincsen nekem egy pénz. Minden rendben van. Biztos ne segítsek? Biztos. Jó. Bocsánat. Minden rendben van. Minden rendben van. Jó, akkor megyek Vizimába szerintem. Csak a rizslámpa esetleg. Csak a rizslámpa esetleg. Nem érdekes. Minden rendben, csak felrobbant a ház pontosan. Ajajajajajajajajaj. Ja, Lidérc. Jó. Jó. Felhasználom. Megnézzük. Megnézzük, hogy mit tud. Jó. Szennyi a védekezés. Igen. Védekezés, védekezés. Jó, hogy ezeket nem használom el állandóan. Jó, értem most már, akkor ezt is jó. Hát a... Mágia az nincsen. Basszatom. Nem baj. Mégis jó. Jól jártam. Nyomorult iszákos. Az. Cica. Minden rendben? Jó. Legalább az utazáson nincsen bal szerencse, úgyhogy nincsen gond. Nézzünk egy fejlesztést, most nem
Harc megkezdése előtt kártyadobója harsán egyszer, tetszőleg a számú harc kockát. Kell. Még szinte el sem hagytad városkát, Dijkstra emberei már is elé toppannak. Ideje eldönteni, hogy elmondod, amit tudsz, vagy keresztül verekszed magad rajtuk. Igen. Harcolok. Szerintem az easy. Aha, easy. A következő az utazás tesz, szerintem nem arra rakom. 3-3, 1-2, 3 az megvan. Így. Hogy nagyon megy, most már kezdem érezni a játékot. Megyek majd még egy kört, ami szerintem tuti. Körbefejezése? Nem. Most már így fasza. Annyira nem bonyolult egyébként a játék. Azt mondták, hogy nagyon bonyolult lesz. Annyira nem vészes szerintem. Igazából minden le van írva. Tök jó. Csak egyedül tényleg ez a gesztizés nem tetszik, tehát hogy... Gyakorlatilag már mindenem van nekem izém. Bal szerencse jelölöm. És így mi a fasz, tehát... Ó, szereztem egy sérülést. Jó, kökörcsinnek körre kellett adnom egy olyan izét. Jó, benyek Novigradba. Oké, itt majd keresünk nyomot. Találkozás Toruville-lel. Úgy hajtok, újfent keresztedik egymást. Toruville épp valamiféle titkos küldetésre tart, ám annyi időre megáll, míg egy a közelben egyre növekvő fenyegetésről beszámol neked. Győzd le az ezüst szörnyet, gondolom, jutalom, kapsz két DP-t és... Kétségbeesés, a népek elfojtott hangon remegőn suttogva adják tovább a rossz hírt, és te egyre inkább kételkedsz abban, hogy valaha győzelmeskedhetsz. Veszítesz két DP-t, ezután a legtöbb DP-t birtokló játékos... Bazd meg. Duplán vesztettem DP-t. Hát ez nem volt szép. Betegség, igen, ez a fosvahányás. Oké. Akkor inkább szerzek egyet, azt majd kigyógyítom magamat belőle. Körbefejezése. Szemét a játék nagyon. Játékos interakciókártyát én hogy szerzek? Hogy ez micsoda? Még ezt még nem vágom. Még 46-os DP-vel is kúra jól állok szerintem, tehát ez nem is semmi probléma. Na, játékos interakció. Na, próbálom. Inkább vesztek egy DP-t. Múlt árnyai. Életed során sokakat ellenségeddé tettél, bárhová is mész, mindig lesz valaki, akinek viszketni kezd a tenyere, amikor meglát téged. Harcolj, ellenfél, 4 védekezés, sikertelen védekezés, helyezzel egy sérülés emblémát, az utazás akciódon, ha tudsz.
Oké. Jó, hát nem rossz. Ilyet elhasználunk, és akkor így már jó. A sorskártya, dezertőrök. A kóborló dezertőr bandák fosztogatják közeli tanyák, ellátmány után kutat, tanyákat, ellátmány után kutatva a köznép kárára. Aztán helyezve egy bal szerencse kárára, legjobban bocsátkoz harcba. Jó. Lehet, hogy nem is kellett volna. Jó, pihenünk. Jó. Feldühödött csőcselék. Nem tudod biztosan az öregasszony, mivel érdemelte ki a falusiak haragját, de akkor sem nézhetett tétlenül, hogy a mágián megégett. Feltartóztatnak, hogy szerzel egy... Vastagnak. Meglátjuk, hogy mi történik. Jaj. Nyomkeresésre kéne most már elmenni. Mert abszolút nincsen bizonyítékom. Elég szomorú. Mármint, hogy nem nekem, hanem nem köpörcsének sincsen, de nekem sincsen. Ha jól van ennek a dolog. Így van. Szia, Propali! Phantom. Jó, az annyira nem gáz. Nem. Utazásra. Nagyon keresés, ez fontos. Na, létszi. Anyára. Van valami? Nem tudok ezt csinálni. Bukás. Bukás lesz. Keresés. Miközben átkeresi Jim megfizetésére várakozva, egy öregember megemlíti, hogy egykor a város börtönének őre volt. Meghívod egy ebédre, ő pedig közben a kontinens lakított gazdagvéről mesél neked. Zsír. Na, megint balsors jelölő. Baszki. Mindenem balsors van. Milyen csupa bukás minden. Sem kell kijátszani a fejlesztős kártyákat. Ez nem szerencse volt, hanem ugye volt olyan fejlesztős kártyám, ami ugye azt hozza, hogy a kör elején kijátszom azt a kártyát, akkor kapok két ingyen ilyen mágia dobási lehetőséget, és azok azon felül, tehát két mágia kockát kapok azon felül, amit amúgy dobtam, és akkor abból úgy. Hát járkán szarabbul áll amúgy, igen, ő a legrosszabb. Én egész jól állok most még egyenlőre. Majd a következő körben majd lehet, hogy nem Geralttal leszek, hanem valaki mással. Jelentsi vagyok, hogy lehet milyen taktikák vannak esetleg. Hú, de jó illatok terjengenek. A játma véget ért.
Kökörcsin teljesítette. Nyertem a diadalpontok miatt, de Kökörcsin teljesítette a célt. Igen, küldözés célt. Én nagyon leragadtam a végére. Igen, de... ja. Igazából ő teljesítette elsőnek, tehát igazából ő nyert második helyen, de egy... Nem tudom. Van ilyen útmutató. Amúgy szerintem... Nem teljesen jó. Egy pillanat türelmet kérnék szépen, egy kis szünetet tartok. Jövök mindjárt vissza. Addig is nem megyetek sehova. Na, ugye itt vagyok. Offline megyünk még egy kört, vagy hát igen, még egy menetet. Most Geralt legyen ő, igen, ő. És most Trish-sel leszek, úgy döntöttem. Játszmaindítás, 3 küldetés célom lesz. Nem legyen csak kétszeres sebességen, legalább nem fogok elszédülni annyira. Na, az én köröm jön. Tengeri felderítés. Hamarosan sor kerül a Nausicaának a császár Luis Lászlós hajójának bízre bocsátására. Itt a tökéletes alkalom a hajó mágikus védelmének próbára tételére és az esetleg egy gyenge pontjának felderítésére. Igen, Szintrára kell menni, beszélj tapasztalt hajóáccsal, menj Novigrádba. Deríts ki, mi is pontosan hajó szerepe a Nilfgaardi hadműveletekben, költs 2 vörös nagyítót. Melankolikus szerelem. Szukkubus cselbítja az akadémia egyik szerelemittos hallgatóját, akinek aztán nyoma is veszik egy rendkívül ritka és értékes kézirattal az egyetemben. Szabadíts ki a tanulót, a szukkubus bűvletőre szerez vissza a könyvet.
Győzd meg a szukubusz, hogy gyereszel a diákot, készülj fel egy kábító varázslatra. Aha, ez jó, jó lesz ez. Na, azt mondja, beszélj, tapasztalt hajóáccsal, menj Novigrádba. Hol vagyok? Ha, meg... hagyjad. Legendák lénye. Idegesen hörpintik a sörüket. Igen, helyezd el egy arany... hú... Draug. Ez lesz elhelyezve. Jó. Mellék küldetés teljesítve. Nyomjunk egy fejlesztést, vagy... Nyomjunk egy fejlesztést akkor. Van, tehát ugye ez pont, hogy fordítva van, tehát ugye, hogy mágiát lehet átrakni támadásra. Harconként egyszer egy mágiát felhasználhatsz egy támadásra, vagy... Aha. Ó, az is jó. Na, ugyanaz akkor. Oké. Okay. 2-1. Hát jó. Legyen. Kettő vöröset el kell költenem. Kéne elköltenem, inkább így mondom. Aha, azt mondja, miután kudarcot valahol megálkodott bestia legyőzésében, az izgít mocsárban a fiatal vaják visszafelé tart Kaer Morhen falai közé. Úgy mint ez segítesz neki befejezni munkát. Egy aranyat győzzek le? És azt jutott, hogy ez a szőre elkolt, ez egy olyan akár, mint egy hős kockázó, hogy a sikeres dobás esetén kapsz két koronát. Amikor ez a kártya játékba jön, helyezzel rajta egy ilyen, nem tudom milyen jelet, amikor a köröd végén akadályba ütközöl, elkölt egyszerűen. Hát legyen az, nem tudom. Támadás, most egy bal szerencsét kaptam. Érdekes, hogy azon neki volt valami csúnyaság a gyorsatozáson. Alapból. Még neki is. Tök érdekes. Én nem hogy a gyorsatozás az növeli a bal szerencsét alapból. Ez nem annyira jó.
Hát végül is azt mondja, hova kell nekem mennem. Cintrába kell mennem. Az itt van. Akkor menjünk ide. Nyomjunk egy nyomkeresést. Oh, meg is van. Befejezés, nagyon jó. Jó. És ezt hol látom, hogy ez nekem hol van? Az lenne a DP? Tehát ez lenne a diadalpont? Egyiket támadásra biztos, hogy át kell rakni. Így van. De én szerintem az lesz egyébként a diadalpont. Eszkák. Jó sors. Haladás. Minden van. Diadalpont. Nem. Fú, na jó. Azt mondom, hogy ugye nekem Cintrába kéne mennem. Utazunk el Vizimába. Vándorkereskedő. A kereskedő csak akkor veszi észre a rajtaütést, amikor már túl késő, de szerencsére épp a közelben jársz, hogy leverhetsz az úton állókat. Jobban teszi, ha megjutalmaz, miután végeztél velük, küzdj meg velük, ellenfél két támadás, sikeres két támadás, kapsz egy vörös... Jó. Vörös nagyítót kapok. A nagyító. Easy. Van pénz lóvére, van pénz lóvére. Ha. Mellékküldetést teljesítettük. Jó. Jó, akkor most már csak Cintrába kell menni, és ott kell nyomokat keresni. Jó. Na nézzük, ez micsoda. 3-3. Bargeszt. Hát ez nem lesz ki túl jól. Hogy védekezés legyen már. Fú, annyira tudtam.
Fejlesztünk szerintem. Nem érdekes. Ó, ez jó. Ez zsír. Lidérc. Hát remélem, hogy az... Ez sem lett túl jó. És mintha egy picit lassabban haladnánk. Vagy nem tudom. Még jön egy közöveriktől, igaz? Már 10 diadal pontja van. Jaj, de jó. Erre kell jönni. Akkor ennyi. Jó. De hogy miért kaptam most ezt? Nem mindegy. Ajaj. Kezdődik. Kezdődik a szopolárdé. Teljesített a főküldetését, basszány. Ez, reméljük, hogy easy. Egy védekezést kérnék szépen, köszönöm. De most ez most mi? Már megint? Jó.
Vagy nem állok jól. 6 DP-m van, egy mindig. Nem testettem küldetést. Gerard se annyira nagyon jó. Tele van izével, bal szerencsével. Jaj, de jó. Mire hiányzott már. Ennyi volt a köröm. Ez mind. Ezt nevezem. Meg kell húzni minél hamarabb. Nem jó az ott. Egy mocskos csupa izmokból álló falnak ütközöl egy sötét sikátorban felnyalábolnak, és még a cokmokat is segítenek. Visszaerés szín, milyen körülsek vannak, nagyon jó. Adjál akkor. De jó.
bal szerencse kártya, Moldi Zsaló. Igen. Zöld befejezése. Gyerekek, amúgy mi van? Küldetése olyan. Ezt nem látom. Vizimába kell kököcsimünk lennie. Hát azért még attól elég messze van. Geraltnak kanálba. Duán kanál. Ah, hát az is szélem van. Tehát még ő is messze van. Mondom. Lehet, hogy jó lesz ez. Nem tudom. Jó, tehát ugye kéne még egy ilyen, meg egy ilyen, jó, akkor szerintem keressünk nyomot. Jó, pénz az van. Legyen bal szerencse kártya. Kölcs lefelé fel, nem fejezik el, anélkül, hogy a hatáskod megoldani, mindegy, és utána nem költesz el, szerzel egy az igen. Jó van. Ide kell enni, azt mondja, hogy még előbb egy, kettő, három kör neki. Megint ezekkel kell harcolnom. Na, kell fejleszteni. Picit gyorsítunk. Kell fejleszteni magamon, mert ez egy nagyon nem állapot. Szerintem vagy két kört arra kéne költeni, hogy fejlesztek. Hát fejlesztek. Akkor felkészítsen, hogy végrehajtasz, tovább választod fel a zsiga kártyán. Amikor ez a kártya játékban helyez, hasonlóan felhasználsz. Jó, ez kell. Jó. Nézzük.
az lejjebb van, hát az még... Az még nem ott van. Látom, most Geralt is beakadt. Itt szépen. Nyomunk egy keresést. Nyomunk egy fejlesztést. Jó. Oké. Okay. Na nézzük. Ah, tudom, lesz jobb. Egyet, akkor... Ha. Na ez igen, ez nagyon jól jött. Az igen, ki arkán 21, az szép, hát én vagyok az utolsó most egyenlőre. Na jó, meg kellene már csinálni ezt a főküldet. Bizony. Tűzfa. Na nézzük. Jó. Talán nem vagyok utolsó. Pontos.
kéne megcsinálni ezt a nyavajás időt. Főküldetést. Na mi most semmit nem lehet csinálni? Eljövőből itt van kettő. Ja, itt már egy van. Ja, nem olyan nyomkeresés kártya kell. Hogyha azt teljesítem, akkor... Akkor az megvan, akkor csak erre kell rámenni. Akkor ez a kártya játékba jön, helyezzel rajta egy ilyen harsán, felhasznál az egyet, elkölthetsz. Igen, erre a kártya négy támadásért. Igen. Négy védekezésért. Húha, legyen az. Jó, négy védekezés kellett volna, mindegy. Jó. Főküldetést teljesítettük, nagyon jó. Vezemir nem számítottál rá, hogy itt áll az öreg bajákot, de örömmel elidőzik egy darabig, közben pedig néhány új tükköt megtanít. A körös során játsz ki ezt a lapot, három fejlesztéskártya húzásához válasz egyet, a többi pedig helyez vissza. Aha, jó. Válasz nyomkeresés. Menj Riviába. Jó. Aztán két. Na, a patkány király. Furcsa dolgok történnek mostanában a város csatornahálózatában. Arról járja a szóbeszélt, hogy éjszakánként hatalmas nagy patkány ragad el részeket, csalogat, gyanútlan kóruló árvákat. Tretogorba kell menni, le kell győzni a patkány királyt, vesd össze a hasonló incidensekről szóló beszámoló, akkor menj Oxenfurtba. Fogadj fel zsoldokat, várat össze a esetére. Jó. Összenek egy nem veszem, létezik egy lábos térkét. Veszem. Semmi. Csak bebukkoltam. Ja? Legyen a patkány király.
Jó, akkor Oxenfurtba kell először menni, de... Na, csak akkor... Kicsit kigyógyítjuk magunkat, és utána megyünk tovább. Na így most megint én vezetek. 29 ponttal. Szia, Vice-Korsz! Szia, Vice-Korsz! Nem. Azt hiszem nem ingyenes, vagy nem tudom. Várjál. Viszontem nem. Hát, másfél euró konkrétan most Steamen, tehát ez nem egy hatalmas összeg. Mi szereztünk meg tegnap? Ja, az esküvőt? Hát, haladtunk előre, persze. Volt. Jó, akkor az utazás az mindenképpen. Egy mellékkülötést teljesítettem. Ez jó. Igen, szeretnék még kártyát húzni. Köszönöm szegyet, nyomkörös egy paket két lefele tűnt, az egyiket helyez vissza a paket, a másik pedig az aljára. Hát, mostanában vannak ilyen meglepetés streamek, holnap is lesz stream. A holnap lesz a Last Day of June. Ez most csak úgy jött, hogy legyen. Teleportáció, meg jövőbelátás. Ah, legyen a jövőbelátás, jó az. Igen. Ez fog nekünk most kellene. Hát részben siker. Ajajaj. Ki kell majd magunkat gyógyítani. Hát ez Gerard fogja megnyerni. Ha látom. Rendben. Ahogy se fog már sokáig tartani, mert Gerard szerintem megnyeri ezt a kört. Utána megnyújtok én is. Gerardnak Tretogorba kell mennie. Tretogor, hát ez jó, nekem is oda kell mennem majd.
kell mindig, annyira rossz. Most ide be fogok ragadni. Jaj, igen, azt mondta nekem is. Hogy sajnos nem megy. Nem megy olyan jól a Sekiro stringben. Ez meg technika. Még furcsa egyébként. Bár nyilván gondolom, hogy jó minőségben akarja streamelni, aztán ugye amiatt vannak ott problémákat, hát mi is levettük lóra az Elbow streamben. Kénytelenek voltunk, és így se volt most fixen 60 FPS. Igen, a DS menjen az a lényeg. Így van. Rendben vagy, Skosz, köszi, hogy bekukiztál. Hello, hello. Oxenfurt. Oxenfurt. Ja. Jó, felkészülés van. Abban egy jó sok varázsigén valami. Nincsen feltöltve. Jó. Jó.
utolsó vagyok konkrétan. Másik irányába kéne mennie. Ja, hogy rajtam kívül már mindenki teljesített. Jó, hát akkor ez... egy vége. Utolsó lettem. Jaj. Felébe. Na mindegy. Na, jó kis játék ez egyébként, el lehet vele lenni. Amúgy nem annyira részes tényleg, tehát szerintem annyira nem bonyolult a játék, mint amennyire mondták. Úgyhogy jó ez. Inkább azt nem ígérem, hogy ebből lesz még egyszer stream, vagy még stream, vagy lehet, hogy majd néha elő fogjuk még venni. De kellemes kis játékocska a maga nemében. Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk. Nem tudom milyen időtájban, nagyjából lehet, hogy amúgy ilyen időtájban. És holnap akkor a Last Day of June lesz streamelve. Június utolsó napján, miért van ennyire elmozdítva? Június utolsó napján a Last Day of June lesz streamelve, ez egy 3 órás indie kalandjáték. Kb. Arra annyira lehet számítani, hogy várat titeket szeretettel. Akkor is, addig is sziasztok, legyen kellemes napotok. Pa-pa!